Három nyomós érven van arra, hogy Magyarországnak miért kell megakadályozni a Brüsszel őrült tervét. Az uniós bürokraták újra Magyarországra akarják erőltetni az illegális bevándorlókat a kötelező kvótával. De jöjjön a három indok. Egy. Valóságos sokkot okozott a franciáknál, hogy egy afrikai migráns rátámadt, majd kirabolt egy idős nőt és unokáját Bordóban. Tudjátok, hogy mikor került sor a támadásra? Fényes nappal az utcán. Teljesen megdöbbentő. Kettő. Szintén brutális volt, ami a franciaországi Anessiben történt. Egy migráns hátterű férfi négy bölcsödést késelt meg az egyik helyi játszótéren. Most komolyan, hiányzik ez nekünk. A szír támadónak nemrég fogadták el a menekült kérelmét. Ez volt a hála. Három. Az egyik német kisvárosban migráns klánok verekedtek össze, bézbólütőkkel, vasrudakkal és mecsetékkel estek egymásnak. Ez a gangsterfilmekben oké, okay, de a valóságban nem az. Ez csupán három eset volt, de sajnos az ilyesmi mindennapos tőlünk nyugatra. Éppen ezért üzenjük Brüsszelnek, történjen bármi, mi soha nem fogjuk feladni a biztonságunkat.